A hazánkba látogató Wei Fenge vezérezredest, a Kínai Népköztársaság nemzetvédelmi miniszterét fogadta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Budapesten. Az udvariassági látogatás annak az utazásnak a viszonzása, amelyet Benkő Tibor a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából 2019-ben tett Kínában. A megbeszélés során a felek a katonaegészségügy, az oktatásképzés és a békefenntartási tapasztalatok megosztása területén megvalósítható együttműködési lehetőségekről egyeztettek. A találkozón elhangzott, hogy a magyar-kínai kapcsolatokat a magyar kormány kiemelten kezeli. A felek egyetértettek abban, hogy a stratégiai párbeszéd nagyban hozzájárul az erős kapcsolatokhoz. Benkő Tibor gratulált kínai kollégájának az ázsiai ország járvány elleni sikeres harcához. Egyben köszönetet mondott azért a mintegy 2 millió yuan értékű adományért, amellyel a Kínai Nemzetvédelmi Minisztérium, Magyarország és a Honvédelmi Tárca koronavírus járvány elleni védekezését támogatta 2020 nyarán.